A következő két témánkat a korrupció témaköre fogja össze a Transparency International Magyarország jogi igazgatója Ligeti Miklós a Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. És egyrészt beszélünk majd arról, hogy mennyire megszokott, hogy az OECD korrupciós munkacsoportját első körben nem tudja fogadni időpont egyeztetés miatt a magyar kormány miniszteri szinten, aztán úgy tűnik, hogy ez megoldódik. De a, előtte egy picit arról, hogy ugye új fejezet nyílt a szuverenitásvételmi hivatal és a Transparency közti vitában, mert hogy elkészült a jelentés a transparency amelyet mennyiben sikerült már végigolvasni? Ez 33 oldal tömény szeretet, ami az irányunkban csillapíthatatlan formában tör felszínre a Szuverenitás Védelmi Hivataltól. már többször végigmentem a szövegen, de még nem jegyzeteltem ki részletében. Azt érdemes ebből nekünk majd megvizsgálni, hogy vannak-e benne olyan állítások, amiket a bíróságon is lehet, illetve érdemes sérelmezni. Egyelőre még nem tudjuk, hogy ez lehetséges-e, érdemese megtenni. Az azonban leszögezhető, hogy ha csak ennyit tudtak rólunk megállapítani minden eszközüket, erejüket összeszedve, ezért kár volt vizsgálatot indítani, meg valószínűleg rengeteg közpénzből fizetett dolgozónak a munka idejét, munkerejét erre elpazarolni, hiszen nem történt más, mint hogy a honlapunkon elérhető, meg a beszámolóinkban foglalt általunk nyilvánosságra hozott adatokat, ami a bevételeinkre, kiadásainkra, tevékenységének vonatkozik, összerakták egy papírba, majd leöntötték azzal a nagyjából tíz éve súlykolt maszlaggal, hogy Soros György, meg, meg külföldi befolyásolás, meg amerikai elfogultság, meg nem tudom, még baloldaliság. Igen, na most egy-két szemelvényt, csak hogyha a nézők sem olvasták, esetleg végezt a 33 oldalt még, akkor valóban ugye a, azt írják, hogy a Transparency által idézőjelesen tematizált átláthatóság, idézőjelesen tematizált korrupcionálség valójában arról szól, hogy amerikai gazdasági és politikai érdekeket érvényesítsenek, és ennek alapján stigmatizálják és dezinformálják a Magyarországgal kapcsolatos közvélekedést és a magyar állami intézményrendszernek ártsanak. Azon túl, hogy megszületett ez a jelentés, ebből ugye nem következik semmi egyenlőre. Ez így van, hát ugye, ha megnézzük azt, az nem az én feladatom abban állás foglalni, hogy mennyire marhaság egy NATO tag ország részéről, amelyik egyébként nagyon nagy mértékben rá van szorulva az Egyesült Államokból érkező befektetésekre, azzal érvelni, hogy mi amerikai gazdasági érdekeket szolgálunk. Ez egyébként nyilván baromság úgy, ahogy van, de aki ezt a jelentést kitalált, annak nem azzal van gondja, hogy a Transparency International Magyarország milyen érdekeket szolgál. Mi nyilván nem szolgálunk semmilyen rejtett hátsó érdeket, mi a magyar emberek érdekében küzdünk a korrupció ellen. Nekik az a bajuk, hogy a tükör, amit tartunk eléjük a korrupció érzékelési indexel, az egyedi visszaélésekre vonatkozó akcióinkkal, leleplezéseinkkel, az csúnya képen mutat róluk. De szerencsére nem nekünk kellett megtenni azt a a szabad sajtó elvégezte ezt a feladatot, hogy összegyűjtötte a 2010 előtti időszakból a fideszes politikusok Orbán Viktor, Varga, Mihály, Lázár János és Révész Máriusz által a mi anyagainkból, a mi felméréseinkből vett idézeteket, amelyekkel az akkori kormányokat, főként ugye a szocialista párt vezette adminisztrációt támadták korrupciós és közpénzvesztés ügyben. Ez erről szó semmi másról megpróbálnak minket lejáratni, ahogy ez korábban sem sikerült, most sem fog sikerülni. Ö, pont ezt akartam kérdezni, tehát hogy például az egy százalékos adófelajánlások a, a körül kialakult közhangulat atmoszférában érződik ez a lejáratási szándék, illetve ennek a sikere, és hogy konkrétan ez a vizsgálat hogyan hat a transzparenci működésére? Nyilván az, hogy nekünk ezzel kell foglalkozni, tehát, hogy most is ugye erről a jelentésről beszélünk, és mondjuk nem arról, hogy miféle korrupciós ügyek vannak, hogy nem tudom, most úgy néz ki, hogy a 600 milliárdos irodaház bevásárlás után már a Magyar Postának a logisztikai központját is a nemzet veje fogja építeni, amit ki tudja, miféle túlárazás után majd meg fog tőle vásárolni a Magyar Postát. Erről kellene inkább beszélnünk, és nem arról, hogy a szuverenitásvédelmi hivatalnak milyen velünk kapcsolatos lázálmai vannak. Tehát ez munkaerőt fog le nálunk, ez odafigyelés fog le nálunk, addig sem a lényegi feladatainkra összpontosítunk. A lejáratásnak, tehát annak, hogyha valaki egyértelműen szembesül azzal, hogy nem igazán szereti a hatalom, akkor sem örülünk, hogyha egyébként tisztában vagyunk azzal, hogy ettől a hatalomtól a szeretet az büntetés lenne valójában, és a munkánkat az dicséri, hogy a hatalom panaszkodik ránk, hogy a hatalom fellép ellenünk. Nyilvánvalóan ez nem jó érzés, de hát ez benne van a munkánkban, ez vele jár a mi tevékenységünkkel. Az 100%-os felajánlásokkal meg köszönjük szépen innen is azoknak a magyar állampolgároknak, akik nekünk juttatták ezt a pénzösszeget, nagyjából éves szinten 5-6 millió forintot uh -huh. tudunk ebből begyűjteni. Ez nagyon hasznos és nagyon nagy. Ugye egyrészt beszélhetünk más ügyekről is, meg beszélünk is, viszont mégiscsak az a, az a lenyomata ennek, hogy, hogy ezeket beárazta a magyar társadalom teljesen nyíltan, hogy Orbán Viktor a, a, családja üzleti ügyeivel kapcsolatos kérdéseket kap, akkor nyíltan azt mondja, hogy ő nem foglalkozik üzleti ügyekkel, egyébként a törvényeket mindenkinek be kell tartani, nincs itt semmi látnivaló, és akkor ide kapcsolódik az, hogy, hogy és simán, hogyha valószínűleg ebből nem lett volna a nyilvánosságot is elérő ügy, akkor az OECD korrupciánus munkacsoportját mi nem fogadjuk megfelelő magas miniszteri szinten, aztán végül is most úgy tűnik, hogy sikerül rá időt szakítani. Ja, a, vannak különböző testületek, amelyek a korrupciós teljesítmény, korrupció elleni teljesítmény értékelésével foglalkoznak. Az OECD-nél is van ilyen, az Európa Tanácsnál is van ilyen, azt ugye úgy hívják, hogy Gréko, ez a korrupciálni államok csoportja. Ezeket a formációkat általában a diplomácia szabályai szerint szokta fogadni a magyar állam. Most valamiért úgy jött ki, hogy már annyira sem vették őket komolyan, hogy fogadják a testületüket. A lényeg azonban az, hogy az ajánlásaikat ugyanúgy semmibe veszik, uh -huh. mint ahogy a Transparency International Magyarország intelmeit is. Arról nem mi tehetünk, hogy a magyar társadalom beárazta a korrupciót. A nyilván az egy hosszabb beszélgetésnek lenne a feltáró munkája, hogy ez mégis minek köszöntés, és hogyan lehet ellene küzdeni. A mi lehetőségénk odáig terjednek, hogy megmutatjuk azt az ellentmondást, hogy miközben magyar családok ö, százezreinek lehetnek filléres gondjai, azon közben valakik nagyon jól élnek abból, hogy mondjuk csak egy példát emel, ki említve 300 milliárd forintért haveri alapon kacatokat vettek lélegeztetőgépek helyett, amiket azóta is közpénzből őriznek, mert még ingyen sem lehet senkire rásúzni. Az ellentmondásnak a bemutatás

Kérdését se kerüljen meg, ugye van itt ez a korrupciálni munkacsoport, már mint nem a magyar, hanem az OECD mm -hmm. államok csoportja. Ők is, meg a korrupciálni államok Európa Tanácsi Formációja is a jogállamiságra, a fékek és ellenségok rendszerére, például az ügyészség működésére, a vagyonnyilatkozatok mikéntjére, hogyanjára vonatkozóan ismételt ajánlásokat tesznek. 2015-ig visszamennek tudnám sorolni a, a teljesületlen ajánlásokat, amelyek folyamatos diplomáciára volt az okai megtárgyai, és semmilyen különösebb következménye nincsen ezeknek. Még egy mondatot beszéljünk erről a postalogisztikai központról, hogy ott akkor milyen ügyletről tudnak mi várható? Mi is csak a sajtóból értesültünk erről az újabb fejleményről, ez úgy néz ki, hogy mintának tekinthető, hiszen az elmúlt pár évben az lett az új gazdagítási formáció, hogy formailag ránézése magánvállalkozások, valójában egyébként közpénzekkel vastagon kitömött magántőke alapoknak az építőipari érdekeltségei ingatlanfejlesztésbe, építkezésbe kezdenek, de nem kell amiatt aggódniuk, hogy vajon nem túlméretezette, vagy nem rosszul pozicionált, nem rossz helyre tervezette az irodakomplexum, amit kigondolnak, mert zuglóban a kopaszigát, Nál és az ajtósi dürer sornál is, az állam nagyon bőkezően összesen 600 milliárd forint értékben befogja magát vásárolni ezekbe előszerződés alapján, illetve a a Dürer Parknál már nagyjából 100 milliárd forint erejéig kifizetést is teljesített, és most úgy néz ki, hogy ez a modell az annyira megtetszett a fiúknak, hogy tovább viszik, és már nem csak a kormány közvetlen bevásárlásait, hanem az állami vállalatok, például a Magyar Posta új központját is ebben a formációban építik meg. Tehát adófizetői pénzből előre feltőkésítenek egy magántőke alapcsoportot, egy privát vállalkozást, amelyik utána ingatlant vásárol, ingatlant épít, és ki tudja miféle árazás alapján, mindenféle szükségletfelmérés nélkül ezt az állam átveszi, nincs versenyeztetés, nincs igényfelmérés, nincs hatástanulmány, nincs környezeti hatásvizsgálat. Ez közpénzeknek magás ebbekbe történő nem is átcsatornázása, hanem átöntése. Ezek ezt a modellt bárhogy egy esetleges kormányváltás után meg lehet fogni számon kérhető? A, a modellt meg lehet fogni most évek óta, majdnem tíz éve egyre erősebben felívelő sláger téma a magántőke alap. Ez gyakorlatilag már olyan státuszszimbólummá vált, mint hogy van-e jaktod, vagy van-e nem tudom, ferrari vagy fekete mercedes -ed. Tehát a klubba történő belépésnek az egyik küszöbb feltétele, hogy legyen magántőke alapod. Ezeket átláthatóvá lehet tenni, a mi legutóbbi, a Transparency International Magyarország legutóbbi kutatása is megerősítette, hogy nem csak irdatlan mennyiségű közpénz, ezer nagyságrend landol ezekben, a Magyar Fejlesztési Bank vagy a Nemzeti Tőke Holding irányából, hanem az Európai Uniós előírásokat megszegve a tényleges haszonhúzó tulajdonosok kilétét sem lehet megállapítani a magyar szabályozás alapján. Ezt átláthatóvá lehet tenni, ezt meg lehet tiltani, ezeket a pénzeket vissza lehet húzni. Most, hogy ehhez kormányváltás vagy miféle politikai szándék kell, azt nem ebben a székben ülve fogom tudni kigondolni. Az biztos, hogy a jelenlegi hatalom ebben nem érdekelt, és ezt nem csökkenti, hanem éppen fűti ezt a magántőke alaprendszert. Légeti Miklósnak köszönjük szépen. Én köszönöm szépen.